művészete, művészi világa, amit itt látunk magunk körül, a racionális tapasztalattal nem mérhető, nem megfigyelhető. Szakrális minden. Az a szelíd, finom, halk érzés, amit a képekről áradó színek, fények és formák sugallnak felénk. Illatot ontanak ezek az üzenetek. A művész színes festékei halk szavakká, versekké alakulnak. Végtelenül mélységes és a magasba emel ez a látvány. A művészet belső, felfoghatatlan tudat és lélekállapot. A művészek kicsit a teremtés élményét élhetik meg. A művészet hasznos és nélkülözhetetlen, de nem a köznapi értelemben. Csak azt festhet jó képet, aki lélekkel teli életet él. Az embereket, a természet és az alkotott környezetet megéli, és elveti mindazt, ami rombol, ami hit nélkül. Ez Csapó Irén ráébred bennünket arra, mi a dolgunk a világon, ebben az zaklatott és forgatagos, elkorcsosult korban. Segít megőrizni belső értékeinket, új erőt ad, és segít megélni minden apró létcsodát. Mindenképp szeretnék néhány mondatot szólni, kapcsolódva Ildikó nénihez. F. Csapó Irén mostani különleges digitális képeket termő korszakáról, amelyben az ecset mellett a számítógépnek is meghatározó szerepe van. Mondanám bárhogyan itt, aztán utána meg bezár. Nagyon édesen mesélte el nekem, hogy hogyan ismerkedett a számítógéppel. Ismerve Irén két habitusát, az ő gyönyörű, színes, tiszta világát, el tudom képzelni, hogy a szoftverekkel, meg a hardverekkel, meg a mit tudom én mikkel mennyi adatot. Ahogy egy alkalommal mesélte, egy idő után valamiféle bensőséges kapcsolat alakult ki közte és a gép között. Idáig jutottam. Elmondta, hogy azért érezte magát sajátos helyzetben, mert a digitális, absztrakciós képeinek a saját korábbi hagyományos technikával, olajjal, akrillal készült alkotásai a kizárólagos forrása. Csak is ezeket használta fel az új művekhez, amelyekről sugárzik Irénke személyisége, amit erősen befolyásolt ez az új alkotási folyamat. Ahogy egy alkalommal erről szintén fogalmazott, benne van az önharca, az ő karaktere. Végezetül hozzáteszem, nem csak ezekben, hanem valamennyi műtermében eddig született alkotásban, és bizonyosan, hogy a születendőkben is. Mielőtt még feltettel ajánlanám a figyelmünkbe a kiállítást, akkor most egy személyes dolog, de már papír nélkül. Volt itt egy festőállvány, amit ide Kata kitett, gondolva, hogy én betartom az ígéretemet. Egyébként arról vagyok híres, hogy nem szoktam ígérni. Nagyon szeretem, de nem. Azt ígértem, hogy Irénkétől ugye hála Isten több képen is van, és van egy képen, amit el akartam ide hozni. Annál is inkább, mivel hogy maga a témája is nagyon különleges, elmesél. Ugye több alkalommal, mármint ugye szeretett kapcsolatunk miatt is találkoztunk Irénkével, épp egy interjút készítettem, már nem tudom pontosan mi volt a téma, és Irénke megajándékozott, meg akart ajándékozni egy képpel. Mondván, hogy választás. Gyönyörű keretben, képek, bekeretezve. És akkor fölmentünk a műterembe, és akkor láttam egy funélre festett képet, ami nem volt bekeretezve. És akkor azt mondtam, hogy én ezt kérném. De ne, hát miért nem olyat választasz, ami keretes, és hogy az a neked ne legyen már gondos, ne legyen aggódás. És akkor én azt mondtam, hogy azért, mert ez a kép, ezen a képen, és így én megfogalmazom, nem láttam, de én nagyon szeretem a festőművészetet, és hát nagyjából ismerem is, ott a feltámadás.
ott a fényben, abban a különleges fényben, és én inkább gyönyörű színeket talált hozzá, abban a képen ott a feltámadás. Ott van az, amikor Krisztus így valahonnan fölemelkedik valahova, és megjelenik, és fény. És ráadásul ez azért is érdekes, mert én nem nagyon szeretem a sötét tónusú képeket. Ez a fény, ez világik. Ez világik. És ott a, és a másik, ami szép, hogy nem, tehát nem ilyenfajta kidolgozás, tehát a fényben látható meg, abban a színben látható meg a Krisztus alakja. És nincs konkrét arca. Nincs konkrét arca, de aki arra ránéz, az tudja, hogy ő a Jézus Krisztus. Ő a Isten fia. Ő a Isten fia. Cigyárjét választottam, azóta viszont gyönyörűen bekeretesztettem, egy kör is van keretbe. Keretesztem be egy barátom, és azt hoztam volna el magammal, csak mivel a kocsimban problémák vannak és szerelőné van, és az Ildikó néni, Attila olyan kedvesek voltak, hogy elhoztak ide engem, mert én nem akartam még azt, hogy most betakoljuk azt a, hála Isten, elég méretes képet. Egyszer majd, ha még lesz egy kiállítása irányében, akkor föl is akarítom. Köszönöm. És tényleg gyönyörű az út, amit Irénke bejárt, és én nagyon, nagyon örülök neki. És annak is örülök, még egy személyes példa, aztán abba vagyom, hogy annak idején, amikor én elkezdtem, azt még ne nevezzük költészetnek, hanem amikor elkezdtem leírni versorokat, akkor volt, aki nekem azt mondta, hogy, és nem akárki volt, aki mondta, hogy hát ezzel nem kéne foglalkozni, ezek nem versek. Nem versek. Én azt is tudom, hogy amikor Irénka annak idején elkezdett festeni, akkor voltak kétkedők, nevezzük így finoman. Voltak kétkedők. Drága Irénke is elég messze jutott, én csak ennyi sérül jöttem. Köszönöm.